Szent Mártonról egy percben. Márton népszerű szent idehaza és egész Európában, életútját számos szerző választotta témául. A Szent Márton ábrázoló képzőművészeti alkotásokat veszi sorra, és az európai kultusz tárgyalja Lőrinc Zoltán szép kivitelű könyve, amely 2000 óta már a második kiadást is megérte. A Szent Márton ereklye hazahozataláról írt kötet 2013-as reprintje, az őt ábrázoló bélyegek gyűjteménye, életrajzi regény és a Szent Márton kulturális útvonal állomásait bemutató füzetek ugyancsak elérhetőek a könyvtár dokumentumai között. Ezekből a kiadványokból nekünk van helyismereti archiválási példányunk, és több példány van kölcsönözhető példány is, amelyek nyilván, tehát egészen a gyermekektől idősebb korosztályokig, tehát ha valaki Szent Márton imádságokat szeretne olvasni, ő is elérheti. Most ebben a Szent Márton emlékében valószínű, hogy megemelkedik a kereslet az ilyen jellegű könyvek iránt, és ami megjelenik újonnan, azokat is igyekszünk minél hamarabb beszerezni. Az olvasó megtalálja a Szombathely és Pannonhalma közötti kerékpártúra útvonalát ismertető térképet, a Szent Márton imádságokat tartalmazó helyi kiadású kötetet és a gyerekeknek szóló füzeteket is.